Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 28-án a maja naptár szerint. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgéseket, frekvenciát jelent. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Augusztus 26-án kezdődött a 9-es hullám, és az eltart szeptember 7-ig. Ez alatt, a 9-es hullám alatt Csikcsán, itt látható, Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, és az kihat arra, hogy valami megújuljon nálunk. Változásokra lesz sor, ez jelenthet belső változásokat is. A mai nap, tehát augusztus 28-a az a harmadik nap ebben a hullámban. A maják a hármas számot így jelölték, 3 pont. És ez a hármas szám utal arra, hogy ez a dualitét megváltozik, és van egy kiút. Az jelenthet egy új irányt, de nem egyedül, hanem valaki mással. Vagy a szerelem területén egy jó kapcsolat, és kialakul kettőtök között valami új, egy új irány, egy új lehetőség, vagy utalhat egy szerződésre, és más irányba fordulnak az események. Ez a hármas szám jelentheti azt is, hogy egy harmadik személy befolyásolja az eseményeket. Oda kell figyelni. A mai nap, tehát augusztus 28-a Manik hatása alatt áll. Manik itt látható. Manik lefordítva egy kezet jelent, egy kék színű kezet. Ez a kék szín utal a víz elemére. A víz eleménél érzelmekről van szó, vagy a felhőre, az égi kihatásra. Itt is van egy kapcsolat, ezt érezzük belülről. Ez a kéz, manik, jelenti azt is, hogy kezünkbe kell venni a dolgokat, legyünk aktívak. A mai nap arra utal, hogy nem vagyunk egyedül, hanem valaki mással együtt kell, hogy irányítsuk a dolgokat. És ez volt a felvétel. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé a maja naptár szerint. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!